falu legmagasabb pontján állunk most körülbelül. Mi laktunk a faluban a legmagasabb helyt. Felettünk volt a templom, oldalt, itt jobb oldalt volt a papilak, és bal oldalt az iskola. Tehát innen gyönyörűen be tudtuk nézni Firtos, ugye most a fák megnőttek, azóta eltakarják Firtos hegyét, és be lehetett látni Korondra is. Úgyhogy én reggel mindig gyönyörködhettem a reggeli napfelkeltében, mert mi láttuk meg leghamarabb a napot. És közel volt az iskola is, innen a kerten csak mikor csengettek, akkor mi szaladtunk, hazaszaladtunk, valamit ettünk, és akkor futottunk vissza az iskolába, tehát se onnan se tudtunk elkésni, se az iskolából, se a templomból, mert minden itt volt mellettünk. Rengeteg élményem volt itt, itt ismerkedtem meg a természettel, a természet szépségeivel, a barátainkkal jártuk, itt csatangoltuk be az egész helységet, a Firtostól le, Etédig, Sófalváig, Parajdig, tehát a miénk volt itt minden. A szüleim azok itt tanítottak is, ebbe az iskolába, és nekünk nem voltak földjeink, és szabadok voltunk, tehát vakáció az mindig úgy telt el, hogy csatangolással. És 5 éves lehettem, amikor a falut el kellett hagyjak a szüleim, 24 órát el kellett menjen édesapának a faluból, mert hanem akkor elviszik a Dunacsatornához, és akkor utána kezdődött a nagy kálváriánk, a vándorlás az országba. Így kerültünk be a regádba is, tehát ott is éltünk. Kulák lett édesapám, és akkor ugye megvádolták, hogy a németül jó beszélt, hogy a németekkel tartsa a kapcsolatot, rádió leadója van, fegyvereket rejteget, házkutatás után jött. Én, mint kisgyerek, emlékszem, hogy bejöttek és mindent felforgattak. Itt a nem létező, most ugye nincs itt meg az a tornáncos gyönyörű házunk, amiben születtem. És fiókokat dobáltak idegen emberek ottan, na hát ilyen kellemetlen élményekbe volt részünk, és akkor, hogy édesapám elmenekült, akkor utána mentünk mi is, és akkor azonosultam azzal, hogy nem csak magyarok léteznek itt, hanem vannak más nyelven beszélő emberek, a románok. Sajnos voltak kellemetlen élmények, mert ugye minket csúfolkodtak velünk, kövekkel dobáltak, üldöztek, és akkor, no, de ezeket megszoktuk, addig, amíg megtanultunk mi is annyira románul, hogy tudtunk velük, az utcai gyerekekkel tudtunk beszélgetni. A regátban volt egy Szibiarára kerültünk, ott nagyon furcsán fogadtak, tehát, hogy magyarok vagyunk, nem is tudták, hogy honnan vagyunk. Ott az volt az érdekes, hogy úgy kivoltunk valahogy közösítve, no, de aztán iskolába jártunk, és akkor édesanyám az egész falunak vart, mert tudott varni, ugye muszáj volt megélni valamiből. Apám dolgozott, ott volt egy nagy gép, szemete nevezető ilyen kombájnokkal, traktorokkal teli ilyen állomás, és ott dolgozott, és akkor édesanyám a falusiaknak rendezte ezeket a varrásokat. Úgyhogy mikor 59-ben visszajöttünk, akkor a falu népek kivonult, és könyörögtek, hogy ne menjünk haza, maradjunk ott köztük, de hát ugye már fel voltunk csomagolva az autóra, vitték a bútrokat Kostanca fele, és kijöttek az útra, és integettek, és sírtak. Itt azt akarom mondani, hogy mit jelent az, amikor az egyszerű emberek egymásra találnak, és nem a politika úszítja össze ezt a két népet. Úgyhogy az nagyon megható jelenet volt, azt nem tudom elfelejteni. És akkor hazakerültünk 59-ben ide, akkor még megvoltak a házaink. Apámat még nem engedték haza, tehát még nem jöhetett haza. Úgyhogy itt kezdtem el az 5. osztályt, a 6. Itten rengeteget dolgoztunk, édesanyám vart a faluba, a gyümölcsökből éltünk, mert akkor még volt ilyen, hogy betakarították a gyümölcsöt, szilvát szedtek, almát szedtek be. Rengeteg ugye gyümölcsfák volt, csak akkor még édesanyám emlegette, hogy örökké mondtuk, hogy mikor pusztulnak ki ez a sok fa, hogy száradnának már le, hogy ne kell annyit dolgozzunk, mert rengeteget kellett. Ugye olyan volt, hogy megjött az autó, és hozta a ládákat, a gyümölcsös ládákat, csak akkor mint gyermekeket, ugye a felnőttek félrelögdöstek. És akkor sírva jöttünk haza, hogy nem kaptunk egy ládát sem, mert ugye ládától függött. Ha volt ládát, vitték a portékádat, ha nem volt láda, akkor maradt.
Na hát voltak ilyen rossz élmények is, de túl éltük a dolgokat, és akkor édesapám, mikor hazakerült, akkor leköltöztünk Szovátára, mert ott kapott apám munkahelyet. A szovátai pékségnek volt a, mit mondjak, a utcaseprője, mert sepregette a pékség udvarát, és a kapu előtti részt, és a nappal pedig ki kellett hordja a kenyeret. Tehát volt egy ilyen, emlékszem, egy ilyen fából készített nagy szekér, kóborszekér, vagy mi ahhoz hasonló, és abban rakták be a kenyeret, és akkor apámnak az volt a kötelesség, hogy a kocsis ült a bakkon, ő nem szállt le, apám vette ki a kenyereket a kosárba, és hordta be az üzletbe. Na úgyhogy itt csak azt akarom elmondani, hogy így kezdtük, akkor ugye Erdőszentgyörgy volt a rajon, és édesapámot ugye mikor hazajött, oda hívatták, hogy jelentkezzen a rendőrségen, és amikor oda ment, akkor a apám mesélte el, hogy vigyázba állította az az illető polgár, aki az íróasztalnál ült, és felállt, oda ment, és apámnak egy akkorát bevágott, hogy apám beesett a székek közé. És azt mondta, hogy na, ezután úgy járjon a szát, hogy ez most csak egy bemutatkozás volt. És aztán nem, remélem nem akarsz tovább ismerkedni velünk. Valamilyen szöveg zajlott le. Hát persze, ugye édesapámnak nagyon nehéz volt munkahelyet is kapni, úgyhogy voltak jó emberek, akik segítettek rajta. Úgyhogy munkahelyet kapott. Úgyhogy az utca seprőből a végén az erdőszentgyörgyi malomnak lett az igazgatója, úgy ment nyugdíjba. Anyagilag annyira gyengén álltunk egy fizetésből, és hároman voltunk testvérek, hogy szegény anyám éjjel-nappal vart. Tehát neki az volt, hogy valami kis pénzt szerezzen, és amikor elkerültem a művészeti iskolába, akkor ő buliszta ki azt a pénzecskét, amivel engemet ott tanítottak. Nagyon rendezett udvar volt, édesanyám szerette a kertészkedést, a virágokat, itt virágágyások voltak, veteményesek. Nem volt így benőve, tehát rendezett gyümölcsöse volt ennek a résznek. Ugye már említettem, a tornáncos ház, az egy olyan szép székely ház volt, zsindelje volt fedve. Nagyapám építetett mellé egy kisebb házat. Abba voltunk nagyjából, de amikor valaki vendég jött, akkor mindig felmentünk a nagy házba, úgy hívtuk. Mert ott volt a zongora, minden. Édesapám szeretett még játszadozni is rajta, mikor jó kedve volt. Ez a környezet, ami most itt ugye van vadulva, ez valahogy nekem ez egy olyan fájó pontom is, de mindig megnyugvásként ide vissza szoktam jönni, és egyedül itt leülök, és felidézem a régi emlékeimet. Mind azon is gondolkodom, hogy milyen jel tudnék én itt hagyni, mikor már nem leszek, hogyha valaki ide jön, akkor tudja, hogy itt születtem ezen a részen. Azért össze van keveredve a dolog, mert sokan azt hiszik, hogy abban a házban, amit édesapám még később megvettek, abba születtünk, és abba az a családi ház, de nem, ez itt volt, ez a családi ház. Nekem, mint gyereknek itt óriási élményeim voltak, tehát már mondtam, hogy a természetet be tudtam itt látni, tehát ha felmentünk itt az iskolán felül a kápolnához, onnan még gyönyörűbb volt a kilátás. És ezek mind mély nyomot hagytak bennem, nem beszélve, ezek mondjuk a természeti szépségek, de ugyanakkor az emberi kínok, szenvedések, azok voltak aztán igazán nekem a nagy élményeim, amit végig kísérnek mai napig is. Tehát az a gyerekkori, ahol megéltem azt, hogy el kellett hagyni azt a szülőfalut, idegen környezetekbe kerülni, a megaláztatások, ezek mind akkora nyomot hagytak az én életembe, hogy ezek kihatnak később a művészetemre is. Az első nagy rajzom az volt, hogy le Jókaimort, Benedek Eleket és Rákóczit lerajzoltam. Persze lemásoltam könyvekből. És akkor ez bennem úgy, erre én büszke voltam, hogy mert mindenki mondta, hogy hű, ez hasonlít, hogy eltaláltad. És akkor ez lassan úgy a szikrák úgy lángra kezdnek lobbanni, mikor aztán lekerültünk Szovátára, akkor nagyon intenzíven nekiálltam is képeslapokat, színes, ami egyszer kezembe került színesen, azt, ami tetszett, azt mindig másoltam le. És összegyűlt egy olyan jó adag rajz, festmény,
ilyen pionír akvarellel, nagyon ócska akvarellel ott festegettem, mit tudom, hogy én, mert senki se tanított nekem, rajztanárom sose volt addig, tehát azt se tudtam, hogy mi fán terem a rajz. Tatyhában nem volt rajztanár, nem tanítottak rajzra, Szovátára, amikor lekerültünk, ott se volt rajztanárom. Na de édesanyám megfogta ezt az egész csomag rajzot, festményt, amit csináltam, és akkor elvitte Kusztos Endre bácsival, és elmentünk oda, és akkor látta Endre bácsi a dolgaimat, és azt mondta, hogy a gyerekben van tehetség, nem ártana engemet irányítani a Marosvásári Művészeti Iskola fele. De édesanyám kétségbe esett, azt mondja, de hát nagy probléma, bennlakás fizetni, nem, anyagilag nagyon rosszul álltunk. Endre bácsi biztatására azt mondta édesanyám, hogy ő azt kibulizza. Tehát addig van, hogy nekem a bennlakásot ki tudjuk fizetni. Na, és akkor Endre bácsi volt az, aki azt mondta, na fiam, ezután a képeslapokat elfelejted, és elmész ki a természetbe, azt a hegyoldalt, azt a fát rajzoljad le, azt fessed le. Aztán közben ő is elvitt magával, úgyhogy így vérszemet kaptam. És úgy éreztem, hogy ez, én ha nem leszek festőművész, akkor én bele is pusztulok, nekem ez kell. És akkor így 8. osztályt elvégeztem Szovátán, és akkor 9. kerültem fel Marosvásárhelyre művészetibe. Olyan kollégák közé, akik már 5. ott jártak a művészetibe. Tehát óriási előnyben voltak vele. Én teljesen primitíven, ösztönszerűen, amiket tudtam csinálni. Na de aztán ezt a 12. osztályom koromig ezt mindig éreztem, ezt a hátrányt. Éjjel-nappal dolgoztam. Én hazajöttem Szovátára a szüleimhez, akkor egyéb dolgom nem volt az, hogy mentem és festettem. És Endre bácsival mentünk, festettük a tájakat. Ő egy csomó mindennel ellátott, jó tanácsokkal. Úgyhogy mikor már érettségi előtt kezdtem érezni azt, hogy most már nem kell búsuljak, nem kell szégyenkezzem a többiek előtt, mert utolértem őket. Itt elgondolkodva, elmeditálva lepereg előttem az egész életünk, ahogy itten éltünk, hogy játszottunk, verekedtünk a testvéremmel, stb. Ezek, amit a családban szokott lenni. Bosszantottuk szegény édesanyámat, mert ugye szabadok voltunk, a segény azt se tudta, hogy hol mászkálunk, hol este érkeztünk haza, akkor mindig kaptunk egy pár nyaklevest, ez az anyai féltő nyakleveseket. Na de hát ez elmúlt, csak akkor ezeket így próbálom felidézni, és valahol úgy megnyugszom. És a haza az, hogy tavasztal őszig Atyhában vagyunk, ez ennek is köszönhető, mert óriási, valahogy olyan mágneses vonzás van ide nekem, hogy mehettem volna más, mert Etiden rengeteget gyerekeskedtem a nagyszüleimnél, de az nem valahogy, oda nem vonzódtam úgy, mint ide. Én nem tudom, ez a pár év, pedig pár évet éltünk itt, azt az 5 évet, amit itt mint gyerekeskedtem, és 3 évet, 8 évet éltem én Atyhában tulajdonképpen, mint gyerek. És ez akkora nyomot hagyott a lelkembe, hogy ezt nem tudom kitörülni, és ide vonzódom. Úgyhogy mások csodálkoznak, hogy itt mit tudok kapni, de én ezt kapom meg, feltöltődöm, energiát kapok. Hát az idén is óriási teljesítményem volt, tehát itt a kertemet szinte megtöltöttem szobrokkal, és mind az idén dolgoztam. Tehát valahogy úgy felfrissülök. Ilyen őszhajjal, ugye mindjárt a 70-et taposom, de úgy érzem magamat, hogy tele vagyok energiával, ötletekkel, amit még meg kéne csinálni, amíg élek. Itt kereszteltek meg. Mint kisgyerek ide jártunk, a temploma ugye közel is volt. Tanították meg először nekem a mi atyánkot, tehát ide jártunk hittanórára, tehát ezek az élmények maradtak meg. Valahol a lelkem én vallásos ember vagyok, ellenben nem az a fajta, aki állandóan a templomba megy. Valahogy én másképp közelítem meg az Istenbe való hitet, az alkotásaimon keresztül is, főleg, tehát olyan munkákat is és olyan festményeket is készítek, ami tehát ezekhez a dolgokhoz kötődnek, tehát a gyerekkorom a vallásosságához kötődnek. Hát itten 2 évet jártam,
Ahogy haza kerültünk a regából, 59 és 60-ban voltam itt, és akkor innen kerültünk le Szovátára. Itt tanultam meg táncolni, csárdásozni, mert örökké szerepeltünk. Szüleim itt nyugszanak, hátrába, temetőnek a hátsó felébe vannak. Ott sajnos, úgyhogy nem tudnak most annak örvendeni, amit én elértem, és hogy haza is költöztem ide a faluba. Amikor visszajöttünk a regátból, akkor édesapám, mikor visszajött rá 2 év múlva, tehát 59, rá 60-as években jött ő vissza, akkor már Szobátán laktunk, és édesapám ezt a régi bennvalótól voltunk, az egyben azt eladta. És úgy volt, hogy felszámolódik az egész atyai életünk, de mikor már nyugdíjba ment, akkor ugye sose volt lakás. Mindig házbéreken laktunk, Szovátán is, meg Erdőszentgyörgyön is. Azt hiszem, Szovátán 2 helyet laktunk, Erdőszentgyörgyön vagy 3 helyet laktak a szüleim. És akkor, mikor nyugdíjba ment apám, akkor megvette ezt a bennvalót. És ezt a házat pontra tették, amennyire tudták, és azután mindig ide jöttünk haza. Tehát itt alig vártuk, hogy már eljön a nyár, ugye még abban az időben tanügyben is dolgoztam, nyári vakációban ide jöttünk ki a feleségemmel és a leányommal. Nos, akkor ezek még fokozták azt az atyai iránti szeretetet, mert mindig boldogas örömmel jöttem ide haza, és így úgy is fogadtak. Ez az, ami most hiányzik. Tehát ott hiányzik a lakás, hiányoznak a szülők, de megmaradtak az emlékek, és ezekből az emlékekből élek, táplálkozom, és ez is ragaszkodok atyához. Tehát ők nincsenek itt, de valahol itt vannak köztünk. Ha kimegyek a temetőbe, ott vannak, ha elmegyek a régi házhelyre, ott vannak, ha ide jövök, itt érzem az illatát ennek a régi háznak, tehát éppen azt várom, hogy anyám jöjjön ki a konyhából, a frissen sült tésztájával, tehát ez van. Édesanyámnak mindig az volt a vágya, hogy lenne neki egy székelyszobája, és akkor ezért sokat is tett, mert elkezdett varrottasokat varni. Ezt a láncöltéses párnákat, ágytakarót, mindent ő csinált. Tehát itt, ami a szobában van, az ő keze munkája. A bútorba pedig ő kért meg, hogy beszerezte ezeket a régi bútorokat, hogy fessek rá ilyen székely motivumokat. Hát én azt ilyen gyors dolognak képzeltem, hazajöttem 2 hétre, és az alatt gyorsan megfestettem. Tehát olyan nagy elmélyültségem nincsen benne. Kicsit dokumentálódtam, és megfestettem ezeket a bútrokat. Úgyhogy ez így maradt meg, hogy az édesanyámnak a székelyszobája. Minden azért úgy van, ahogy volt, ahogy itt éltek és laktak. 94-ben volt az első szobor, amit elkészítettem. A képeim úgy festettem, a festményeim olyanok voltak már akkor, hogy ilyen kérték a 3 dimenziót. És akkor valahogy úgy éreztem, hogy ki kéne próbáljak. És így elkezdtem faricskálni az elején, próbálkoztam, és akkor mind jobban és jobban belegettem bele ebbe a dologba, úgyhogy elég szép számba készítettem ilyen kapott tárgyakból az elején, azokat is összekombináltam. Volt egy sorozatom sámfákkal például, vagy ilyen használati tárgyakat, amit a konyha fakanalak, ilyesmikből is kombináltam szobrokat. És lassan-lassan oda jutottam, hogy ezek a kis térplasztikák, vagy ezek a kis szobrocskákat próbáljam meg én megnagyítani, térbe helyezzem el. És most adatott meg a tavaly, és az idén ez a lehetőség, hogy ugye a kertembe, ahol nem kell problémázzak, hogy milyen helyre, hova tegyem, megengedik-e, nem, itt az én birodalmamban ezt kipróbáltam. A tavaly elkészült 4 szobor, amit fel is állítottunk, közben még elkészült vagy 3, amit nem állítottam már fel, és a tavasszal, hogy kijöttünk, akkor nagy lendülettel fogtam neki, mert annyira izgatott az egész, hogy ezt az egész teret szépen beültögessem ezekkel a kis szobrokkal. Ez nekem egy óriási nagy élmény volt, az, hogy monumentális dolgot
térbe elhelyezni, amit eddig sose csináltam. És a bejáratnál levő 6 szobrom, az meg, abban megtartottam a fának a színét, erezetét, minden. Ott esetleg a feketével még egy-egy helyet úgy belejátszottam. De én hogy festő vagyok, miért ne fessem meg? Vannak, akik ugye azt mondták, hogy a fának az erezete, az eszencia az nagyon fontos. Tehát az, hogy felismerhet, hogy akácfa vagy diófa, az milyen gyönyörű. Mondjuk egyetértek én ezzel, de az én esetemben itt, ami most itt zajlott le, ez egészen más. Tehát kipróbálom, erős színeket használok, tudva azt, hogy távlatilag ezek a naptól és az időtől megkopnak, és akkor lesznek talán csodálatosak. Tehát amikor csak sejtett, hogy kék volt, vagy vörös volt azon a folton, így képzelem el, aztán nem tudom, hogy megérem ennek, ezeknek a szobroknak a koptatását. És ezeket inkább ilyen ötletfáknak nevezem, nem is szobroknak, mert jó ötletek jönnek. A festményeimet is egy-egy munkámon meg lehet, hogyha az ember megnézi, akkor megtalálja. Tehát azokat a formákat a festményeimben is szoktam használni, amit itt találkozunk velük. Kicsit másképp rugaszkodtam el, mert a festményeimben a formák a tömörek, tehát itt pedig belejátszok, tehát lehet látni vonalokat, átszúrt formákat, vagy átlyukasztott formákat, ami mondjuk a képeimben nem található. Én mindig szerettem magamat megújítani, majd ha a 70-es évektől errefele készített munkáimon nagyon jól látszanak ezek a, úgy mondanám én, hogy nagy törések, de mégse törések, mert azért vannak átmenetek. És azért is csinálom mind a 3 műfajt egyszerre, párhuzamosan a szobrászatot, grafikát, meg a festészetet, mert ha érzem azt, hogy egyikkel már belefáradok, megunom, akkor rögtön áttérhetek a grafikára, vagy a szoba, faragok egyet, mert akkor már megkönnyebbülök, és az agyam már tovább tud működni. Mondjuk az ember belefás, hogy örökké képeket fest, ül az állvány előtt és festegeti. Így mozgalmasabb lett az életem, és ez pedig ez a nagy tér, plasztikák, ezek pedig fizikai bevetést is igényeltek, mert ugye nem emelgetni kellett ezeket a 2-3 méteres oszlopokat. Kivágni, kivésni, kifúrni, csíszolni, tehát fizikai megerőltetés is volt, de bírtam. És remélem, hogy még fogom bírni. Miután műtermem lett, akkor tényleg felszabadultam, és megengedhettem magamnak, hogy nagyméretű dolgokat is készítsek. És itt kezdődött a szobrászkodás, a mocskolódás, persze azzal jár ez. És utána pedig a szobrászat mellett elkezdtem egy másik műfajjal foglalkozni, a grafikával. És akkor utána a levő éve esztendőkben pedig a 3 műfajt párhuzamosan készítettem, tehát mikor meguntam a festészetet, akkor szobrászkodtam vagy grafikáztam. 70-ben végeztem, Kolozsvárt a pedagógiai főiskolán végeztem el a rajzszakot, és kikerültem Zágonba. Én ugye egy falusi gyerekként nőttem fel, Zágonban szintén falusi környezetbe kerültem, és ezek a falusi esték, ezek a sötét zöldek, sötét kék, lilák, ezek annyira megfogtak, hogy én így is festettem, és egyenesen a tubusból is sokszor. Tehát keveset kevertem a színeket, annyi mondani balon volt, hogy rögtön felrajzoltam amit elképzeltem, és azt festettem is ki, úgyhogy egy éjszak egy képet meg tudtam festeni. Abban az időben rengeteget éjjel festettem, mert délután tanítottam. Zágonban nem volt nappal időm, hogy ezzel foglalkozzam, és akkor éjszaka festettem ilyen villanykörték mellett, ami aztán később a szememet ki is készítette volt, úgyhogy most már este nem tudok dolgozni semmit, csak nappal, napvilágnál. A sötét színek azok vonzottak, főleg az expresszionizmus. Sok volt a mondani való, ez a lényeg, és inkább ilyen illusztratívan fejeztem ki a mondani valóimat. Tehát az, hogy elmagyaráztam, tehát hogy érthető legyen. Nekem úgy jött az, hogy azt el kell mondanom, és azt meg kell magyaráznom a képen. Ez volt az elején, aztán lassan rájöttem arra, hogy hát a képzőművészet nem ebből áll. Hogy magyarázkodok, és ott
próbálok illusztratívan elmesélni egy-egy gondolatot. Úgyhogy a 90, már a 80-as években kezdett a dolog letisztulni, elhagytam egy csomó ellemet, lassan eltűntek az emberi figuráim, akkor csak a tárgyi dolgok maradtak meg, és később pedig, 90 után pedig azok is eltűnnek. Már nem drapériákat, azt szerettem festeni a drapériákat, különböző kapott, lelt ilyen korhadó, pusztuló tárgyakat. Ezek mind elmaradnak, és teljesen egy egyszerű formára és színre koncentrálok. És azóta is ezt csinálom. Egy egyszerű dologgal is sok mindent el lehet magyarázni. Tehát nem kell ott felvonultatni mindenfélét, hogy a néző azt megértse azt a munkát. Most azt szeretem, hogy a nézőm ránéz, tekint a képemre, és gondolkodni kezd. Tehát nem az, hogy azelőtt a szeme, amit látott, és az befogadta, és kész. Megértette a munkát. Most úgy közeledik, gondolom én a nézőm a képeimhez, hogy eltöpreng rajta, hogy én tulajdonképpen mit is akartam ezzel éreztetni irányába. És remélem, hogy sikerül is, vagy sikerült is, nem tudom. Azt, amit eddig csináltam, azt muszáj volt megcsinálni, tehát ezeket meg kellett ezekén szenvedjek, szépen minden letisztul, elmaradoznak, ahogy meséltem az előbb is, csomó ellen, és egyszerű formával maradok, amiben nagy gondolatokat tudok kifejezni. És én úgy érzem, hogy tényleg a művészet valahol itt kezdődik. A rajzaimban van olyan, hogy talált kis tárgyacskákatból indulok ki, tehát abból indulok ki, abból a talált tárgyacskából, és abból kibontakozik egy nagy gondolat, és egy ilyen vízió. Tehát lehetne azt is mondani, ilyen látomás, tehát vagy a, hogy mondjam én, tudat alatti dolgok törnek fel belőle. És ezt ezelőtt nem tudtam. Most ez alatt az utóbbi 15-20 esztendőben érzem azt, hogy a tudatalattim nagyon aktívan dolgozik, és sokszor én sem tudom, hogy mi lesz a képnek a vége, tehát hova jutok el. És úgy ráérzek, tehát az ösztöneimre hallgatok főleg, vagy egyesek mondják is, hogy az ösztönös festő vagyok, de az is vagyok. Tehát az ösztöneimre nagyon hallgatok, és úgy érzem, hogy amit rejt a tudatalattim, azt azon a vászon meg tudom jeleníteni és örökíteni. Hát ugye az elején a festményeim azokat ecsette szépen kinyaltam, úgymondva, tehát simán dolgoztam, akkor rájöttem arra, hogyha használom a festőkést, és egy kicsit vastagabban hordom fel a színeket, akkor ad egy kicsi mélységet, és izgalmasabbak lesznek a felületek. Én is rávettem magam, hogy próbáljam ezt a vastag felületet. Ne csak spaklival vagy késsel dolgozzam, hanem hordjak fel ilyen kevert, cementes, homokos, földes, agyagos anyagokat a vászonra, és akkor éreztem meg, hogy úristen, milyen izgalmas ez a világ. A forma már követelte, hogy ezt három dimenzióba is csináljon meg, és így jönnek, így 94-ben kezdek faragni, kezdem megkeresni ezeket a térplasztikákat, ami kicsit hasonlítanak a műveimhez is, és maga a képnek, a felületének a megdolgozása, tehát hogy belekarcolok, ezek a vonalak, amik megjelennek, ez pedig a grafikára utalnak, tehát bevittem a vonalat is. Tehát így úgy érzem, hogy a három dolog a képeimen egyesül. Vannak olyan szobraim, ahol szintén a szobrokra rávittem ezt a technikát, azokba is belekarcolok, belefirkálgatok, úgyhogy ott is a szoborba is beviszem a rajzot. Na hát, szóval ezek kölcsönösen egymást segítik, úgyhogy most már úgy érzem, hogy a három műfaj nélkül meg se tudnék élni, mikor alkotok. Általában ilyen kis rajzocskákat szoktam csinálni, és akkor, de az nem olyan lényeges, hanem inkább arra törekszem a rajzaimba, hogy egy érdekes formát rajzoljak meg, és akkor azt felviszem a vászonra, és ott kezdek dolgozni. Tehát sokszor úgy állok az üres vászon előtt, hogy még nem tudom, mi lesz.
És akkor megjelenik az első vonal, és az első vonalban már beindul az agyamba a gépezet, beindul, és akkor nagy élvezettel tudom festeni a képeimet. Mert egyik vonal, vagy egyik foltocska már kéri, hogy jön a következő. Én azt mondhatom, hogy nagy kínok között dolgozgatom, de ugyanakkor nagyon könnyedén is. Amíg megszületik, tehát ameddig rájövök, hogy na ez most már itt való meg kell állni, és ez a végleges formám, vagy a végleges szín, akkor tudjál, hogy mikor kell ráfékezzem magamat. Hát nagyon kell tudjam, hogy hova teszem le ezt a hordozóanyagot, mert hova letettem, az ott marad. És a technikája pedig az gyorsaságot kér, tehát gyorsan kell bele karcoljak, kell mozgassam a felületet, mert az anyag köt. És ha kezd megkötni, akkor kezd beeldurvulni, tehát azok a szép vonalakból ilyen mint a zeke, mikor szántja a földet, tehát a darabos lesz. Tehát nekem azt a 5-10 perc alatt ezt el kell végezni. És úgy szoktam, hogy a nagyméretű munkáknál, hogy részleteket. Egyszer megcsinálok egy részletet, azt meg, és akkor így fokozatosan építem. Úgy, mint ahogy a falakon mondjuk a freskót, ahogy készítik. A kisebb képeknél ott pedig rögtön tudok dolgozni, tehát az egész felületet elrendezem, és akkor kezdem azokat megművelni. Ilyen gesztusvonalakat főleg, azokat szeretem használni, belekarcolni. Itt már nem is az ösztönök dolgoznak, hanem a kezedbe az izmok, és hogy húzod meg azt a vonalat, hogy karcolod be azt a vonalat. Különböző szerszámaim vannak, tehát festőkésektől eltekintve más kerek, ahol lehet csinálni mély árkokat, vagy minden kis szerelékeket csináltam magamnak, és akkor azokkal művelem meg a felületet. Azért is vontam én be a szobrászatot, a grafikát, mert ezt csinálni a végtelenségig azért úgy képzelem nem lehet. Tehát valahol tovább is kell lépni. És van egy pár próbálkozásom is, itt a miniatűröket, amikor festettem, ott megjelentek ilyen dekoratív formák, amiket nagyban megfestettem. Ebben volt két irányzat is, egyik a szürrealizmus fele, ahol megjelennek megint a figurák, állatok, emberek, tárgyak jelennek meg. A másik irányba pedig, ahol csak egy nagy formába bele lehet képzelni egy emberi alakot. Tehát itt tapogatózom, és akkor egyszer, és ezek pedig a monokrom színektől eltávolodnak. Tehát itt megint felélénkülnek a színeim, minden kezd ragyogni, de egy idő után azzal is le kellett álljak, mert úgy éreztem, hogy még nem festettem ki magamból ezt az monokrom világot, tehát oda megint visszatértem. Tehát vannak ilyen kis kilengések, de azok azt hiszem, hogy elősegítik, hogy az utóbbi nagy munkáimat, amikből egy párat most lefilmeztünk, hogy ezek már sokkal, sokkal nagyobban, sokkal letisztultabbak, fejlettebbek, mint a 90 elején készült, ugyanezzel a technikával készült képek. Kipróbáltam én a papírt is, tehát a papírba is dolgoztam, préseltem, festettem. Akkor szerencsém volt egy hónapos kecskeméti a Kerámi stúdióba való tartózkodás, ahol kerámiákat készítettünk. Ez is óriási izgalmat és nagy élménnyel maradtam. Úgyhogy sajnálom, hogy még nem tudtam még egyszer oda visszakerülni ebbe a stúdióba, de amit ott azt az egy hónap alatt rengeteg mindennel, újdonsággal találkoztam, ami szintén feltöltött. A 70-es, 80-as esztendők azok nagyon kínosan teltek, rengeteget ugye dolgoztam, akkor kudarcok értek, éveken keresztül nem kerültem be a megyei tálatokra, a tematikám miatt, tehát ugye az akkori pártpolitikának ez nem tetszett, amit én csináltam. Na de hát ezektől úgyse tudtak eltántorítani, úgyhogy én ezeket végig kiszenvedtem, kitapostam az útamat, és azon haladtam, úgyhogy ideig el tudtam érni, ez annak köszönhető, hogy bíztam magamba,
és meghallgattam a jó tanácsokat. A rossz tanácsokat, azokat pedig elengedtem a fülem mellett. De úgyis csak hiába voltak ezek a nagy kudarcok, hogy kizsűriztek, mert nem tört meg. Fájt akkor, hogy nem szerepelhetek a kollégákkal, de én úgy éreztem, hogy én csak is olyasmit csinálok, amit én őszintén. Tehát nem, semmit sem magyarázok bele, tehát nem a divatnak festettem abszolút. Ha kivágtak, az ők dolgok, de én amit én csináltam, én azzal meg voltam nagyon is elégedve. És bíztam benne, hogy majd eljön az az idő, amikor nekem lesz igaza. Voltak emberek, akik ebbe a dologba segítettek és mellém álltak. Így egy nevet mondhatok, Gazda József, aki a 70-es években, amikor akkor a támadások értek, ő bíztatott, hogy ne csüggedjek, csak csináljam ezt tovább. Akkor mellém állt volt Jakabovics Miklós festőbarátom, aki szintén bíztatott. Úgyhogy és én úgy éreztem, hogy ha van egy-két ember, akik ebbe engemet nem akarnak eltéríteni, akkor én jó úton járok. Persze volt sok, a politika az mindig beleszólt főleg. Most remélem, hogy nem szól bele. Ilyen problémák nincsenek. Gátlásokkal teli életet éltem, mert ugye minket kitelepítettek. Az a üldöztetés, a kisebbségi lét, a konfliktusok, minden ezek annyira belém hatódtak, ívódtak, hogy ezektől nem tudok szabadulni. És ez a művészetemben is valahol, a színeimben is most is azért megjelennek. Vannak, ahol felragyogok, és tényleg van optimizmus minden, de azért ahogy láttad az egész műveimben, azért ez a szomorúság, a sötét színek, ezek jelennek meg. Tehát nem tudok szabadulni ettől. És lehet, hogy itt a képeimnek a mélysége innen is fakadhat. És ez nekem segített, ez nekem jó tett, hogy megjártuk a nyomorcs, a kitelepítést, a megvetést. Mint restaurátor szakra küldtek el a múzeum Bukarestbe. Amikor oda kerültem és kezdtünk restaurálni, ezzel a szakmával megismerkedtem, izgalomba is tartott egy pár esztendeig, de a dolgok ismétlődnek. Tehát ugyanazokkal a problémákkal találkozott az ember, azok a technikai módszereket kellett használja. Úgyhogy azt azért kellett csinálni, a múzeummal, hogy mint restaurátor kerestem a kenyeremet. Tehát ezt kötelességem volt csinálni. De nekem már az semmi nagy élményt nem hozott. Az, hogy érdekes volt, hogy megismerni olyan, mint Gyárfás Jenőt, vagy Barabás Miklósnak a technikájával. Azzal kellett én azonosuljak, amikor a retusra került a sor. Ezek úgy érdekesek voltak, de nekem nagy élményt nem adtak. Nekem az élmény az volt, amikor én alkothattam. Ez nekem úgy mondhatom azt is, hogy kényszer volt. Tehát egy alkotó embernek, mikor megkötik a kezét, és a restaurálás az nekem megkötötte a kezemet. Nekem ugye be kellett tartsak egy bizonyos szabályt, abból nem lehetett kitérni, mert akkor az tönkreteszed a festményt. Tehát ott nincs ilyesmi, hogy eszembe jut valami, és akkor azzal fogok én ott manipulálni. Tehát alig vártam, hogy elmehessek nyugdíjba, mert a 3 éve, hogy nyugdíjas vagyok, fel vagyok szabadulva, tehát nincsenek ilyen kötelezettségeim, és teljesen az alkotásnak tudok élni. A családomhoz nagyon ragaszkodtam, 2 lányom lett, most vannak az unokáim, vejeim vannak, tehát ezek nekem mind örömet, pluszot hoznak, főleg amikor atyhába kin vagyunk, várjuk őket, érkeznek. Ez egy nagy ünnep akkor számunkra, hogy ott van az egész család, egy asztalhoz le tudunk ülni, mint. Ők is a sikereimnek örvendeznek. Hát, mit mondjuk, most boldog nagyapa vagyok. Úgy érzem, hogy elértem azt a célt, amit kitűztem magam elé, és hogy még valami új változás történik a művészetemben, azt nem tudom megmondani előre. Én remélem, hogy még valami érdekességet kitalálok, és megcsinálok. Megkaptam a munkácsi díjat a többi mellett, hát
ez számomra ez egy óriási nagy szakmai elismerés volt. Akkor a Pro Cultura Hungarica-t kaptam meg, akkor a Simsai díjat kaptam, és a másik nagy megtiszteltetés, hogy a Magyar Művészeti Akadémia tagja lehet. Számomra ezek ez akkora jelentőséggel bír, hogy mondhatom azt, hogy tényleg nem hiába élt. Nekem az élet annyi jót adott a rossz mellett, hogy úgy érzem, hogy boldog emberként halhatok meg.